Asztalos Gábor Tamás akolitust szentelték diakónussá a pécsi székesegyházban. A február 19-i szentmisén Felföldi László mellett az egyházmegye papjai és hívei is tanúi lehettek az avatásnak. Nagyon sok gondolat, nagyon sok érzés kavargott bennem itt az esemény alatt, és igyekeztem minden részletében teljes mértékben ott lenni, jelen lenni, és hát még nem biztos, hogy felfogtam teljesen, hogy hova jutottam, hogy mi történt tulajdonképpen. Majd még a következő napokban majd ez leülepszik egy kicsit. Ez egy fokozatosan mindig egyre szűkülő, egyre közeledő körökkel kerültem közel az Istenhez. Én vallástalan, tehát vallását nem gyakorló családban nőttem föl, úgyhogy volt időm, volt lehetőségem arra, hogy ilyen közeledő pályán jussak el odáig, hogy végül is befogadott és az én szívem egyesült a katolikus egyházéval. Asztalos Gábor azt mondta, bár vallását nem gyakorló családban nőtt fel, mégis egyre közelebb került Istenhez. Majd feleségével és gyermekeivel egyetértésben született meg ez a döntés. Sokszor nehezen, néha könnyebben, ez egy út. Ezt az utat végig kellett járni, hogy eljussunk odáig, hogy a családnak minden tagja értékelni tudja azt az ajándékot, amit tulajdonképpen most a mai alkalommal kaptunk meg. Ez a szentelés nem csak rólam szól, nem csak nekem szól, ez az egész családnak, a gyermekeimnek, a szüleimnek, a feleségemnek, mindenkinek az ünnepe, mindenkinek egy ajándékot, egy valamilyen saját személyes kincset adott ma, szerintem én úgy gondolom. A Nagynyárád egy igazi gyöngyszem, egy kis mesefalu, ahol nagyon kedves, nagyon összetartó emberek élnek, és nagyon örülök, hogy eljöttek a korábbi szolgálati helyeimről is a testvérek, akikkel tulajdonképpen együtt jártam végig azt az utat, ami ide vezetett a mai napra. A pécsi megyés püspök a szentelés során hangsúlyozta, hogy ez az ünnep Isten és ember találkozásának, a szeretet különleges megjelenésének a formája. Az egyház életében a hivatás születése az egy nagyon különleges. Jézus, amikor elkezdte a tanítását, akkor az első körökben ott volt, amikor már megismerték, hogy meghívott embereket, kiválasztott embereket, apostolokat, tanítványokat, akik majd küldetést kapnak. És ez a folyamat mai nap is tart, és ez egy csoda, egy különleges ajándék, hogy valaki a szívében azt érzi, hogy én Jézus Krisztust akarom szolgálni az egyházban. És a szentelés ennek a beteljesedése, a megérkezés és elindulás az, hogy ő igent mondott erre a hívásra, és igent mond a küldetésre. És ezt ünnepeljük igazából. Azt gondolom a legeslegmélyebb, olyan, mint egy családban a gyermek születése. Az is egy gazdagság, egy titok, és ugyanakkor ez a legfontosabb, hogy mindezek mögött Isten éltető, gazdagító titka, szeretete van, és ez, ami a szívben is teljességet ad. Gábor testvérünk, aki elfogadta ezt a hívást, ő Nagynyárádon, ahol a mai nap is lakik, ott folytatja a munkáját, tevékenységét. Természetesen a diakonusoknak van civil foglalkozásuk, családjuk, tehát a mindennapi életük ott zajlik, ahol minden család élete, de emellett pluszban vállalja az egyházközségeknek, a rábízott közösségeknek a szolgálatát, erősítését, és ebben fogadom el az ő munkáját, meg kérem az ő munkáját. A főpásztor, a jelenlévő papok, diakónusok békecsókkal köszöntötték a felszenteltet, aki a szentmise áldozati részénél segítkezett. A pécsi egyházmegye kötelékében immár 8 fő állandó diakónus szolgál.